Szigorúan véve a második leggyorsabb billentyűzet a világon, a SteelSeries Apex Pro Mini, de a nagykereskedelmi forgalomban kapható billentyűzetekhez képest igenis ő a leggyorsabb. Hiszen a Wooting billentyűzeteit csak online tudod megrendelni külföldről, és még várnod is kell rá, bő 2-3 hetet. Ezzel szemben pedig egy ilyen Apex Pro Minit egy csomó webshopon keresztül, vagy akár személyesen is meg tudsz vásárolni itthon. Szóval ebben a videóban arra a kérdésre is keressük majd a választ, hogy vajon számít-e a sebesség ezeknél a billentyűzeteknél, avagy sem. Ezek az OmniPoint 2.0-as switchek, amiket a SteelSeries használ ebben a billentyűzetben, 0,7 millisekes válaszidőt tudnak, na ezzel szemben egy közönséges mechanikus switch, vagy speed switch 6 milliseket. Ez a nem mindegy. A legfontosabb különbség a válaszidőn kívül továbbá az, ezeknél a switcheknél, hogy saját magunknak tudjuk beállítani a kapcsolási pontjukat. Ez azt jelenti, hogy konkrétan 0,1 mm-től egészen 4 mm-ig meg tudjuk választani akár az egész billentyűzetre, az összes switchre. És nem fixek, ugye, mint bizonyos mechanikus és speed switcheknél. A speed switchek nyilván azért speed switchek, mert magasabban kapcsolnak, rövidebb utat kell megtennie a switchnek, miközben lenyomod, hogy kapcsoljon, érzékeljen. Ezzel szemben, hogyha ezeket az OmniPoint switcheket 0,1 mm-re állítod, akkor konkrétan rá lehelsz a billentyű sapkára, és már kapcsol a switch. Nyilván az egész klaviatúrát így beállítani egy idő után idegörlő lesz, hiszen olyan billentyűket fogsz lenyomni játék közben, amiket éppen nem szeretnél, csak azért, mert hozzáérsz egy picit, vagy csak pihenteted a kezedet. Gépeléshez is egy sokkal hosszabb kapcsolási táv, ami szerintem kényelmes, hogyha csak szöveget írsz be valahová. De az a lehetőség ugye, hogy a SteelSeries saját szoftverében, a GG-ben csak bizonyos gombokra tudod akár beállítani ezt a kapcsolási sebességet, hogy hány milliméternél kapcsoljon a switch. Ezzel ki tudod küszöbölni ugye azt, hogy ne legyen az, hogy véletlenül nyomsz le gombokat, és csak azok a switchek legyenek ilyen szuper gyorsak, amiket te szeretnél, a többi pedig kapcsolhat sokkal mélyebben, akár ugye 4 mm-nél. Ezek a switchek pedig attól olyan tűpontosak, hogy mágnest és úgynevezett Hall Effect szenzort használnak. Ez valahogy úgy működik, hogy a szenzor érzékeli a mágneses mező erősségét, és így tudja ilyen pontosan megmondani, hogy ezt a bizonyos switchet milyen mélyen, hány milliméteren nyomtad le. Az igazság pedig az, hogy hasonló rendszert, mint amit az Apex Pro Mini tud, a piacon jelenleg nagyon kevés billentyűzet tud nyújtani. De van még egy trükk ezeknek a switcheknek a tarsójában, mégpedig az, hogy egy ilyen switch lenyomásához akár több funkciót is hozzárendelhetünk. Legegyszerűbben ezt úgy tudom megmutatni, hogy a karaktered például egy FPS shooterben a W nem teljes lenyomására, csak halad előre. Viszont hogyha kopra lenyomod, vagy ahova ugye a második kapcsolási pontot állítod, nem muszáj ezt a switch lenyomásának a legvégére, lehet ez följebb is, akkor már szalad, fut előre a karaktered. Tehát így már csak egy gombot használsz ahhoz, hogy ezt a bizonyos mozgássorozatot elvégezd egy-egy játékban. Hát mennyire menő már? És van még egy szempont, ami nagyon fontos a switcheket tekintve, ha már a sebességről beszélünk, az pedig az, hogy egy switch mikor reseteli önmagát kapcsolás után. Ezt úgy tudom nektek a legegyszerűbben szemléltetni, hogy például ezeknél a Cherry MX Silent Red switcheknél mozog a karakterem egy adott irányba, lenyomom a switchet, és egy picikét felengedem, és újra lenyomom. De a karakterem az nem áll meg, hanem folyamatosan mozog abba az adott irányba. Nem reseteli magát olyan rövid távon, amikor így éppen még egy picikét pár milliméterre fölengeded. Na ezzel szemben ezek az OmniPoint 2.0 switchek azonnal resetelik magukat, ha csak egy hajszányit emelitek fel róla az ujjatokat. Én amikor elkezdtem használni ezeket a Silent Red switcheket, úgy voltam vele, hogy na, ez a csúcs. Tehát imádom, tök jó vele mindent csinálni, bármelyik játékhoz. Ennyire patent, nem kell jobb. Aztán jön a SteelSeries Apex Pro Mini. És nem akarsz már mást használni. Teljesen más élmény ezekkel a switchekkel játszani. És a súlypontjuk is nagyon frankó. Tehát nincs az, hogy egy hosszabb gaming session után fájnak az ujjaid. Én nekem speciál. Van, hogy bizonyos idő után kicsit fájnak már az ujjaim, mert öregszem vagy én nem tudom. Ezeket a switcheket pedig állítom, hogy hosszú távon is nagyon kényelmes használni. Függ ez ugye attól leginkább, hogy milyen erős rugó van
bizonyos kapcsolókban, és állítom, hogy ezek az Omnipoint 2-es kapcsolók azokkal a rugókkal, amiket kaptak, ilyenek. Tehát perfekt. Mármint nekem. Lehet, hogy aki a nehezebb billentyűzeteket szereti, annak pont erősebb kéne. Én úgy éreztem, hogy eléggé pont olyan, amit szeretnék. Egy 60%-os billentyűzetről beszélünk, tehát nincsenek rajta a numerikus gombok, valamint a funkciógombok, sem a nyilak, de ezeket egyébként a Frankon brandelt kis SteelSeries logóba ültetett FN gombbal el tudjuk érni, de ha ez nem lenne elég, én még speciál olyan billentyűzetet nem láttam, ahol ezek a funkciógombok a szoftveren belül, a GG-n keresztül megváltoztathatók, vagy adható hozzá új kombináció is. Ez a vezetékes változat, amit nekem a SteelSeries elküldött, és a dobozában ez jár hozzá egyébként még pluszba. Ez a szövet húzott kábel, és egy kis manuál, kis papírok, és így ennyi. Mert egyébként én is meglepődtem. A billentyűzet alján, emögé a kis gumi ajtócska mögé van berejtve egy nagyon ízlésesen brandingelt SteelSeries színű keycap puller billentyűs sapka leszedő, amivel ugye ezeket a nagyon frankó, ha már billentyűs sapkánál tartunk, dupla shotos PBT műanyag billentyűs sapkákat el tudott távolítani. Ezeknek a teteje pedig valami kis textúrát is kapott, elég jó a fogása, tehát nem nagyon csúszkál rajta az ujjad sem erre, és ahogy látszik, ugye az RGB világítás is átengedik, annak ellenére, hogy dupla shotos billentyűs sapkákról beszélünk. Nagyon őszintén szólva, én úgy voltam vele, hogy ezeket a billentyűs sapkákat én le fogom cserélni. De egy pár nap alatt el is engedtem a dolgot, mert valóban jók. Aztán ugye átfutott a fejemben, hogy majd egy picit megtuningolom, szétszedem, rakok bele plusz szivacsot, ógyűrűket a csavarokhoz, esetleg majd ugye szétszedem a switcheket, és jól belúbozom őket, hogy még jobban, finomabban csúszanak. De ezeket a switcheket nem lehet kicserélni, nem lehet őket kiszedni a labból, esetleg forrasztással talán, de ne csináljátok. Teljesen felesleges, egészen feelinges a hangja így is. Biztosan átjött azért, hogy én totál oda meg vissza vagyok ezekért az Omnipoint 2.0 switchekért, de azért mégis van egy valami, sőt kettő, de kezdem az elsővel, ami negatívum nekem ennél a billentyűzetnél, az az, hogy ugye állítható, tehát több magasságban is használhatjuk, pontosabban három, tehát úgy, ahogy kiveszed a dobozból, meg van egy ilyen kis közepes, meg egy nagyobb talpacska, amit ki tudsz hajtani a hátulján, de ezek nem kaptak ilyen kis gumírozott borítás, tehát valóban sokkal könnyebb őket elmozdítani. A másik negatívum pedig az ára. Az az igazság, hogy már egy ilyen vezetékes verzió is 80.000 forint körül mozog, de öröm az örömben, hogyha mondjuk a vezeték nélkülit szeretnéd, már nem kell sokkal többet ráfizetned, ilyen 90.000 forint környékén indul a vezeték nélküli verziója. Szerintem egyöntetűen kijelenthetjük azt, hogy egy ilyen billentyűzet esetében leginkább gémelésnél számít a sebesség. Igenis számít, mert te egy ilyen 0,7 millisekes válaszidős Omnipoint 2.0-as switchekkel, amiket esetleg ugye már úgy be tudsz állítani, hogyha ránézel konkrétan kapcsol, gyorsabb leszel a többieknél. Kész. Szóval hálásan köszönöm a SteelSeriesnek, hogy elküldték nekem. Nektek pedig köszönöm a figyelmet. Ha tetszett a videó, mindenképp nyomjatok egy lájkot, és várom kommentben a véleményeket. Esetleg használtok-e ilyen Omnipoint 2.0-as switches billentyűzeteket a SteelSeriestől, vagy esetleg az előző verzióját, a sima Omnipoint kapcsolósokat, és mit gondoltok erről a sebesség sztoriról? Hogy mennyire számít? Valami természetesen a leírásban találtok egy linket a billentyűzethez, hogyha esetleg nem mondtam volna el valamit, amire még kíváncsiak vagytok, ott arra kattintva tudtok tájékozódni. Én pedig remélem, hogy 2024-ben többször találkozunk majd ezen a csatornán is. Szevasztok!